Kedves nézőink, felújított járdát adtak át az elmúlt héten csütörtökön ünnepélyes keretek között a csertelepi Szivárvány utcában. Most ide látogathatnak el velünk. Kedves sokadalomk és tisztelt vendégeink, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Ugye a 671. közlekedési létesítményt adjuk át. Ugye ez így soknak tűnik, még ha önmagában ez a beruházás nem is egy óriási nagy munka, de fontos, hiszen 105 méteres szakaszon megújítottuk a járdát, 1,4 millió forintért a Kifszer Invest Kft. Volt a kivitelező, akinek megköszönjük, és hát remélem, akik itt laknak, a kedves lakók megelégedésére történik ez a munka. Ugye a képviselő úr az mindig szorgalmazta, kérte, hogy itt a megromlott helyzetre való tekintettel különböző járdafelújítások legyenek. Ugye már az elmúlt év végén is végeztünk itt munkálatokat, de azok olyan kisebb jellegűek voltak, hogy külön-külön nem adtuk át. De azt gondolom, hogy Jenő, ti itt, akik használjátok nap mint nap ezt a létesítményt, úgy gondolom, hogy talán meg lehettek elégedve. És remélem, hogy azok a dolgozók is, akik az iskola, volt iskola területén dolgoznak, ők is meg lesznek elégedve. Ugye a napokban is eljutott hozzám egy hír, hogy a Emőke, aki ugye kerekesszékes, nem tudja még rendesen használni. Remélem, hogy ki is javítottuk ezt a problémát, és Pavlic Peti barátom bólogat, hogy kijavítottuk. Úgyhogy most akkor valóban egy szép beruházást tudunk átadni, és használjátok egészséggel, és ez mellett élvezzétek az életet. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Nagy örömmel tölt el a guruló hordó hangja. Jó érzés látni és érezni, hogy elindult valami, amitől szépül és épül városrészünk. Az itt élő lakók is magam nevében bátran kijelenthetem, hogy sok-sok hordogurítást szeretnénk még a polgármester úrral közösen megvalósítani település részünkön. De ne feledkezzünk meg a járda építőiről sem, köszönjük nekik a becsületes és kiváló minőségű munkát, melynek eredményeképpen az esztétikum mellett a gyalogos közlekedés biztonsága is nagy mértékben javult. A felújított járdaszakaszt pár gondolat után, mint a városrész önkormányzati képviselője, használatra átveszem.